És ahogy pár perccel ezelőtt említettem, egy igazi különlegességgel folytatjuk, vagy inkább zárjuk a ma esti műsort, Fakanár Fesztivállal. Ágoston Ildikó ennek a rendezvénynek a főszervezője, vendégünk. És hát gyakorlatilag ez egy olyan fesztivál, ami tulajdonképpen lehet, hogy csak nevében változott, illetve hát a programjaiban bővült, de ugye azért ennek már jó nagy rajongó tábora van, hiszen korábban is rendszeresen rendeztetek úgynevezett juniálisokat. Most pedig másodízben ezt a bizonyos Fakanár Fesztivált. Igen, nagyon, nagyon jól mondod, igazából az új név elkeresztelésének a nyírszülősi lakosok a névadói, mondhatom azt, ami abból ered, hogy évről évre egyre többen jelentkeznek addig a juniális részeként lévő főzőversenyre, és régebben minden évben kitaláltunk valami tájegységet, valamit, amihez kapcsolódjon. Volt Szabolcs megyei nyírségi tirpák ízek, és akkor most arra annyira kinőtte magát, hogy helyi csapatokból 20 főzőcsapat jelentkezett, már ez tavaly is így volt, és akkor úgy egyszerre csak jött az ötlet, hogy nevezzük át Fakanár Fesztivállá, ami nem azt jelenti, hogy csak ez lesz aznap, de meghatározott része lesz, hiszen a 20 főzőcsapat már alapvetően hoz magával több száz kis közösséget. Ugye ebben az a jó, hogy gyakorlatilag így szabad lett a választás, hiszen azzal, hogy ez lett a neve, bármit készíthetnek, akár egy kínai ételt is. Most nyilvánvalóan gondolom, hogy mindenki igyekszik azért a hagyományos ízeket előnybe részesíteni, vagy inkább azt, amire ugye a nagy közönség is jobban ki van éhezve, de hát azért mégis itt most már nem kötött ez a program. Mennyire szeretnének mégis megfelelni mondjuk tényleg a magyaros ízeknek a versenyzők? Fel sem merül, hogy nem más. Fel sem merül. Soha nem volt még sem kérdés, sem felvetendő bárkitől, hogy nem magyaros ételt főzzön. Kifejezetten a csülök, a pacal, a jó ízes gulyás, tehát nem is akarom felsorolni, még libazúza pörkölt is lesz, annyiféle ételt hoznak majd a helyiek, mind magyaros, de tudok kapros túrósról, tehát nagyon széles lesz a választék, pont ma hallottam, ezt elmondom, remélem jól mondom, rózsaszirmos eperlekvárral töltött palacsinta. Ó, nem mondod. Vagy... Azért ez mondjuk egy kicsit, azt gondolom, hogy nagy kísértés este a tévénézőket ilyen információkkal bombázni, igen, mert lehetséges. Ugye este 6 után már nem illene enni, igen. De hát ilyenkor szokott a néző kirolni, feltépni a hűtőt, és akkor a igen. Két parizert betöm, hogy csak valamit tegyen, de ahhoz, ha majd ellátogat szerintem hozzátok, akkor lesz is rá lehetősége. Hogy igen. Működik ez a gyakorlatban? Nyírszülősnek van egy óriási területe, ez a kollégiumúti sportpálya. Ezt a sportpályát gyakorlatilag a holnapi szombati napon be fogjuk lakni. Előtte felépítjük a pályát, már hajnal 4 órától ott vagyunk. Egész napos színpadi kavalkád, a 20 főzőcsapatnak sátrat állítunk, ezen kívül focikupa, solymászat, habparti a tűzoltóságtól, kulturális bemutatók, óriási vidámpark lesz a helyiek számára. Önmagában ez, hogy vidámpark, ez bárhol elérhetik a helybeliek, viszont mivel most jubileum év van, Nyíregyháza, nyírszülős 45 éve egyesült, csatlakoztak össze, ezért úgy gondoltuk, hogy az évforduló tiszteletére a helyi lakosságnak megköszönjük, hogy szeretnek ott élni, magukénak érzik nyírszülőst, és ezért a helyi családoknak próbálunk kedvezni, például azzal, ha elárulhatom, hogy a 12 órától a Vidám Park, hétféle játék teljesen ingyenes lesz a gyerekek számára. Szóval ez gondolom, nagy dolog, mert aki jár Vidám Parkba, azért igen. Tudja, hogy milyen húzós igen. Árakat nagyon. Kérnek sajnos, úgyhogy ezt tényleg. Szerintem sokan fel sem mérik még most, majd amikor a gyermekét nem tudja elvinni az anyuka az óriás csúszda mellől, akkor szerintem akkor fogja igazán értékelni. Nekem az a tapasztalatom, 14. nyírszülősi fesztivál ez a sorokban, nagyon szeretik a helybeliek, az egyik leglátogatottabb program, a nap folyamán egy olyan 1000-en meg szoktak fordulni ezen a rendezvényen, reméljük, hogy az időjárás a kegyeibe fogad, mert sztárvendégek sokasága is lesz este, illetőleg egy hatalmas ünnepi tűzi játékkal is szeretnénk zárni a napot. Kuriózum ez a javából, jó közösséggel, jó emberekkel, a nyírszülősi civil szervezetek kiemelten összefogóak.
látszik ez most is. Így van, és pont arra gondoltam, hogy egyrészt ugye az, hogy van ennek a rendezvénynek egy múltja, hogy a közösségnek van egy múltja, egy történelme, hiszen az 45 év már ez, azért neked, mint képviselőnek az a munkáját is tulajdonképpen megkönnyíti, hiszen te úgy élsz ott az emberek között, hogy valóban nem egy ilyen, nem is tudom, valamiféle piedesztán álló, megközelíthetetlen politikusként tekintenek rád, hanem egy olyan húsvér ember, akihez lehet fordulni ilyenkor. Egyébként meg is ragadják az alkalmat, vagy ez csak az ünneplés? Igazából én Nyírszőlősön a Váci Mihály Kulturális Központ által működtetett közművelődési szintérnek vagyok a szakmai vezetője, a munkahelyem. Én nagyon szeretem a munkám, nagyon szeretem az embereket terelni, segíteni, amihez hozzá tartozik, újakat kitalálni, újítani a területen, megszólítani a lakosságot, kinek mire van igénye, vagy két jó szót váltani velük, de ezen kívül én soha nem helyezkedek ott bele, vagy nem, nincs is erre idő. Tehát valahogy úgy ösztönösen ketté válik a kettő, és nem is erről szól ez a nap inkább a június 16-a az igazából egy jó évzáró lesz annak az értelemben, hogy vége a sulinak, a gyerekek nagyon várják, az óvodába beindul a nyári szünet. Tehát inkább az önkormányzat támogatásával ez tényleg egy olyan nap lesz, ami kicsiknek, nagyoknak, időseknek, több generációnak kikapcsolódásra ad lehetőséget. Nagyon jó környezetben, nagyon fontos, hogy nem főút mellett, nem betonon, hanem ez egy gyönyörű fás, füves játszóteres pálya már önmagában is. Hát az meg, hogy ennek az óriás pályának minden szegletén találnak majd valamit a családok, az meg azt gondolom, hogy kiemelten nagyon jónak fog ígérkezni, én úgy gondolom, és szeretettel várunk mindenkit. Nos, hát akkor leteszik a lantot, a krétát, a mindenféle eszközöket, és fölveszik a fakanalat ezen a hétvégén is Szőlősben. Nagyon jó zárszó. Úgyhogy köszönjük szépen, Ildikó, nagyon szép hétvégét, jó időt kívánunk.